életünk tele van pozitív élményekkel, és természetesen ezzel egy csomó negatív élmény is jár. Az evolúció során pedig éppen az volt a fontos, hogy ezeket valahogy kiegyensúlyozzuk az életünkben. De természetesen nem lehetett negatív élmények nélkül élni. És ez éppen arra volt szükség, hogy az állatok tudjanak félni és szorongani. Ez mentette meg gyakorlatilag az életüket, ezért a félelem és a szorongás az tulajdonképpen hasznos dolog. Azok az állatok, amelyek ezt nem vették elég komolyan, azok értelmszerűen kipusztultak. Nyíri Gábor vagyok, agykutató, és arról szeretnék beszélni, hogy az idegrendszi folyamatok hogyan teszik lehetővé, hogy megbírkozzunk ezekkel a negatív élményekkel, és mi történik akkor, hogy ez nem sikerül. Képzeljük el, hogy egy útkereszteződéshez érünk, és balról óriási sebességgel felénk tart egy autó. Valószínűleg belénk fog jönni. Persze megijedünk, és ilyenkor két eset lehetséges. Vagy megpróbálunk hátramenetbe kapcsolni, tulajdonképpen elmenekülve a helyzetből, vagy pedig lefagyunk. Ezekben az esetekben az emberek különbözőképpen reagálnak, attól függően, hogy milyen személyiségük van, milyen tanult ö, viselkedést vettek föl. Aztán képzeljük el, hogy hazafelé tartunk. Megúsztuk az esetet, de valahogy még mindig bennünk maradtak ezek a negatív érzések. Minden útkeresztelődésben, ahol egyébként addig semmilyen különösebb problémánk nem volt, szétnézünk, és sokkal óvatosabbak vagyunk, mint addig. Természetesen nem mindig van racionális magyarázat, hogy egyes esetekben miért félünk, de érdekes lenne megtudni, hogy mi történik igazából ilyenkor az agyunkban. Természetesen akkor adhatnánk e, igazán pontos választ ezekre a kérdésekre, ha értenénk, hogy Hányféle agyterület van az agyban? Ezek hogyan kapcsolódnak össze egymással? Mely agyterületek azok, amelyek a félelemért felelősek, és ezek hogyan kommunikálnak egymással? Tegyük föl, hogy csak 17 agyterület van, és szeretnénk megérteni ezeknek a kapcsolódási mintázatát. Ez kiszámolható, 2 a 17x17-en számú kapcsolati lehetőség van ezek között az agyterületek között. Ez a szám azonban nagyobb, mint az ismert világegyetemben található összes atomszáma. Könnyű belátni, hogy ezt igen hosszú idő volna mind letesztelnünk és megértenünk. Azonban a probléma ennél még bonyolultabb, ugyanis nem csak 17 agyterület van, hanem az emberben 2-300 különböző agyterületet lehet megkülönböztetni. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ezek a kapcsolatok nem csak egyfélék lehetnek, hanem lehetnek gátlóak, serkentőek is, különböző jelátvívő anyagokat használhatnak, és ráadásul a különböző agyterületeken még külön egy csomó sejt van, és ezeknek a belső kapcsolatai is számítanak. De természetesen nem reménytelen a helyzet. Elég kiválasztanunk a legfontosabb kapcsolati láncokat, és ezeknek a segítségével tudjuk feltárni, hogy hogyan működik például a negatív élmények feldolgozása az agyban. Élményénk pedig nagyon sokfélék lehetnek. Kötőtentek például valamilyen helyhez, helyzethez, ezeket hívjuk kontextuális élményeknek. Gondoljunk például arra, hogy sokan rosszul érzik magukat egy fogorvosi rendelőben a szag, a hangok miatt egy olyan kontextus alakul ki, ami valamilyen rossz élményt hív elő bennük. Aztán kötődhetnek például kulcsingerekhez. Az amigdalának nagyon szoros kapcsolata van például a hallókéreggel, és ez az agyterület segít abban, hogy például a hanggal kapcsolatos kulcsingereket azonosíthassuk. Ilyen lehet például a fogorosi fúrónak a hangja, ami önmagában is kiválthat negatív élményeket. Aztán vannak az evolúciósan nagyon mélyről jövő, régóta megőrzött élményeink. Ezek például valamilyen fóbiák lehetnek, például darazsaktól, pókoktól, kígyóktól való félelem, nagyon hasonló. De természetesen a negatív élményeinket kiválthatják az emlékeink is. Például megijeszthet a egyeseket egy furcsa árnyék a parkban, amikor mennek hazafelé. Gondoljunk bele, hogy az őseinket ez megmenthette, hiszen ez lehetett egy ragadozónak az árnyéka is. Ez egy fontos evolúciós örökségünk. Ugyanakkor természetesen a félelem ma is hasznos, hiszen ma is lesekednek ránk fizikai, pszichológiai veszélyek, és ezek gyakorlatilag segítenek túlélni a mai embernek is. Úgy is elképzelhetjük, hogy agyunk egy kisvárosi közösség, ahol mindenkinek megvan a saját feladata, és probléma esetén gyorsan kell reagálniuk, és egyszerre együttes erővel kell megoldaniuk a problémákat. Negatív élmények esetén az érzékszervi információk először bekerülnek a talamusz nevű területre, amely tovább küldi szinte azonnal ezeket az információkat a kérgi területekre, főleg a szenzoros kérekbe, illetve a látókérekbe. Ott ezek az információk feldolgozódnak, majd azok tovább küldik más agyterületekre is az egy területek egy része ösztönös élmények alapján reagál. Párhuzamosan más területeken például a laterális habenula, illetve a ventrális tegmentális területeknek a mediális részén is feldolgozódik ez az információ. Összehasonlítják az előző élményeket, és megpróbálják eldönteni, hogy a most kapott információk negatívabbak-e, mint amelyekre számítottak. És abban az esetben, hogyha nagyon negatívként élik meg az élményt, akkor jeleznek a többi agyterületnek. Például, hogyha egy villámcsap egy fába mellettünk, akkor nyilván ez egy ijesztő élmény, a laterális habenő és a ventrális tegmentális területek azonnal jeleznek az agynak, hogy valami nagyon váratlan negatív élmény történt, és ezt próbálja meg rögzíteni. Elsősorban az úgynevezett szeptohipokampális rendszer az, ami ekkor működésbe lép. A hipokampuszt tulajdonképpen úgy kell elképzelnünk, mint egyfajta könyvtárat, ahol a könyvtárosok a különböző élményeinket szinte azonnal megpróbálják megcímezni. Azonosító számokat adnak nekik, hogy később nagyon hasonló élményeket ezekkel az azonosító számokkal szinte azonnal elő lehessen hívni. De ahhoz, hogy a hipokampusz tudja, hogy mikor van szükség ezeknek az azonosítóknak a gyártására, az azonosítására, ahhoz az előadi területekről, az úgynevezett szeptális régiókból információt kell kapnia. És a szeptum jelez a hipokampusnak, hogy most rögzítenie kell az információkat. Miért? Azért, mert Lízben a laterális habenula, illetve a ventrális tegmentális területek azt mondták, hogy valami nagyon rossz történik, akkor viszont azonnal rögzíteni kell az ehhez tartozó információt. Létezik egy agytörzsi szürke állomány is, aminek szintén nagyon fontos szerepe van a negatív élmények feldolgozásában. Ezt úgy is hívjuk, hogy periaqueductal gray. Ennek például az a szerepe, hogy amikor a negatív élményeinket feldolgozunk, ez a terület lesz az, amely kiadja a jelet, hogy most le kell fagyni. Ennek ugye evolúciósan is nagy jelentősége volt, hiszen az őseink esetében gyakran előfordult az, hogy olyan ragadozó jött, amelyek a mozgást Sokkal könnyebben észrevették, ezért hasznos volt megállni egy pillanatra, és megvárni, hogy talán a ragadó nem is vesz minket észre. A súlyos traumák esetén még most is előfordul, hiszen például tudjuk, hogy nem ilyen erőszak esetén például a nők gyakran nem tesznek semmit. És ezt például kriminalisztikában nagyon fontos tudni, hogy ilyen esetben a nők azért nem tesznek semmit, mert egyszerűen ledermednek. sokáig érdekes módon nem értettük, hogy melyek azok az agyterületek, amelyek lehetővé teszik, hogy az előbb említett különböző agyterületek összehangoltan tudjanak dolgozni. A kutatásaink során csoportommal kiderítettük, hogy létezik a medián területén egy eddig ismeretlen sejtpopuláció, amely serkentő és egyszerre idegzi be ezeket a területeket, és ezzel teszi lehetővé, hogy a negatív élmények nem csak felismerése kerüljenek, de azonnal el is raktározza őket az agy az evolúció során a negatív élményeink feldolgozása sokkal fontosabb volt. Hiszen, hogyha nem sikerült megtalálnunk egy számunkra pozitív élményt jelentő gyümölcsfát, akkor legközelebb, legfeljebb újra próbálkoztunk. De hogyha egy rossz barlangba sétáltunk be, akkor több próbálkozásunk már sajnos nem volt. Sokkal fogékonyabbak vagyunk a negatív dolgokra. A hírekben nagyobb valószínűséggel Figyelünk fel a negatív eseményekre, és az interneten is az emberek gyakrabban kattintanak negatív információkat feldolgozó oldalakra. Ennek egyik nagyon fontos hatása agyunk fejlődésére az volt, hogy kialakult az úgynevezett negatív bias, vagy magyarul negatív elfogultság jelensége. Számos olyan élmény van, amelyről nagyon nehéz eldönteni, hogy azok mennyire negatívak az életünk szempontjából is. Ennek megfelelően nagyon változatos, hogy hogyan reagálnak az egyes. Egyének a negatív élményekre. Erre szükség is van, hiszen egy olyan csoportban, amely sikeres, valószínűleg lesznek bátrabbak, kevésbé félős emberek, amelyek elsőként fognak megharcolni az oroszlánnal, még akkor is, hogyha ők esetleg emiatt meghalnak. Ugyanakkor viszont lesznek ebben a csoportban olyan emberek, amelyek félősebbek voltak, viszont ők biztosítják azt, hogy a csoport életben marad. Pszichológiai, pszichiátriai, vagy akár viselkedések kapcsolatos betegségek egy olyan stigmát tartanak a társadalomban, egy olyan stigmát jelentenek, amiért nem beszélnek róla az emberek, elfogyják, nem is kerülnek orvoshoz sokan, vagy nem is orvoshoz be, ez nem is feltétlenül betegség, hanem egyszerűen csak egy állapot, ami, ami azért adódik, mert meg kell birkóznunk a mindennapokkal. A 90-es évekhez viszonyítva a mai ember mintegy 20%-kal nagyobb stresszként éli meg a mindennapjait. Ennek többféle oka lehet természetesen, részben a technológiai fejlődésünk miatti munkamenetek nagyobb sebessége, a szociális média, illetve az elektronikus levelezés miatt felgyorsult interakciók sokkal nagyobb információ feldolgozási kényszert jelentenek manapság. Mindez pedig azt eredményezte, hogy jelen pillanatban a társadalomban az egyik legnagyobb terhet az idegrendszerrel kapcsolatos megbetegedések jelentik a betegségek közül. Ilyenek például a fóbiák, a szorongásos, depressziós megbetegedések, illetve a posztraumás stressz szindrómák. Meglepő módon ezek valamelyike a népesség mintegy egy harmadánál diagnosztizálhatóak az egész életük során legalább egyszer. És ami szintén fontos, hogy egy év alatt a népességnek mintegy negyede szenved ezektől az eltérésektől. Azt vizsgálták egy 9 éves kísérletsorozatban, hogy az emberek mit gondolnak arról, hogy mekkora mennyiségű stressz éri őket. És vizsgálták azt is, hogy vajon mit gondolnak arról, hogy ez a stressz vajon ártalmas-e az egészségükre. Azok az emberek, akik azt jelentették, hogy szerintük őket rendkívül sok stressz éri, közülük azok, akik azt is gondolták hogy ez rendkívül negatívan befolyásolja az egészségüket, mint egy 43%-kal nagyobb valószínűséggel haltak meg korábban. Viszont nagyon érdekes volt, hogy azok az emberek, amelyek azt gondolták, hogy őket is a lehető legnagyobb mennyiségű stressz éri, viszont ők elfogadták, hogy ez természetes, és így nem gondolták, hogy ez az egészségüket befolyásolná, most ez a csoport az egyik legnagyobb valószínűséggel él túl. Ez azt jelenti, hogy Amerikában évente 20 ezer ember hal meg csak azért, mert úgy gondolja, hogy a mindennapi stressz az árt az egészségének. A stressz maga nem öl meg minket. El kell fogadnunk, hogy a modern életnek a stressz, a negatív élmények, részét képzik. Mi pedig kutatók azon dolgozunk, hogy minél jobban megismerhessük az agy különböző részeinek a funkcióját, és ezáltal jobban megérthessük, hogy mely agyterületek, mely sejtjei milyen folyamatokban vesznek részt. Ez azért lehet hasznos, mert később ezt kihasználhatjuk arra, hogy orvosi módszerekkel ezeknek az agyterületeknek a működését megváltoztassuk, és így segíthessünk a negatív élmények feldolgozásában is. Terima kasih telah menonton!